2016. április 15-én az ország számtalan bíróságán a pénzügyi intézményeket képviselő ügyvédek benyújtották az adott tanácsoknak, bírónak, akik devizahiteles ügyeket tárgyalnak, dr. Velman György, a Kúria polgári kollégiumi vezetőjének azon április 11-én kelt levelét, amelyben biztosítja a pénzügyi intézményeket a bankszövetség útján arra, hogy igazodni fognak azon állásfoglalásokhoz, polgári jogi döntésekhez a kúria bírái, amelyeket korábban a bankszövetség kérésére meghoztak. Kifejtette álláspontját, hogy egy adott befejezett felülvizsgálati ügyben hozott ítélettel nem ért egyet, és az nem felel meg a kúria gyakorlatának. Ilyen levelet egy kúria polgári kollégium vezetője nem írhat. Sem a szervezeti és működési szabályzatuk, sem a jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy ő magánlevelezést folytasson egy a bírósági szervezeten kívüli, ügyfélnek nem minősülő szervezettel. Ez olyan módon tapossa a jogállamiság mesdjéjét, olyan módon vonja ki magát a hatályos jogszabályok alól, hogy több ügyvéd kollégával eldöntöttük, hogy miután kizárólagosan a Magyar Köztársaság elnöke kezdeményezhet fegyelmi eljárás dr. Velman Györggyel szemben, még a kúria elnöke sem kezdeményezhet ilyen eljárást, ezért a hétvégén összeállítottunk egy javaslatot, amelyet tegnap telefax útján, ma pedig személyesen megpróbáltunk eljutatni köztársasági elnök úrhoz. Sajnos a személyes átadáshoz, vagy legalább a hivatala személyes átvételéhez nem tudtunk kapcsolatot találni, ezért postai úton is elítattuk ezt a javaslatot. Azonban miután ez a levél, amelyet dr. Velman György írt, egy már befejezett felülvizsgálati eljárásról szóló ítélet, minősítése, kritikája is volt, egyúttal ezen tanácsnak, aki azt a bizonyos ítéletet hozta, is benyújtottuk azt a javaslatot, amelyet köztársaságérnök úr elé terjesztettük azért, hogy lássák meg, a társadalom nem engedi, hogy ilyen jellegű jogellenes megnyilatkozásoknak hatása legyen. Nagyon reménykedünk abban, hogy végre belátják az igazságszolgáltatás vezetői, hogy ilyen típusú kapcsolat, ilyen szintű befolyás nem lehetséges az igazságszolgáltatás és külső személyek között, mert akkor meg kell alapvetően kérdőjelezni, hogy itt van-e valóban egymástól független három hatalmi ág.